az indiai orvos. Hölgyeim és uraim! Bizonyára csodálkoznak, hogy miért kérettem ide magukat a szabad napjukon. Magyar hangok. Elek Ferenc. Németh Borbála. Forgács Gábor. Egy életbe vágóan fontos hírem van a falu számára, és egy filmet is levetítünk. Mi a film? A milliómosnő. Sophia Loren. Nem is szólva a frissítőkről, amit kedves feleségemnek köszönhetünk. Mint önök is tudják, a falunak jelenleg nincs orvosa. Már nincs, úgy van. És biztos vagyok benne, hogy Mr. Griffiths már szólt önöknek, hogy a saját kezébe vette az ügyet. A segítségemre voltak a testvérei. Úgyhogy sikerült szereznünk egy elsőrangú orvost. Még hány vonattal kell mennünk? Ez az utolsó. És aztán mi jön? Egy ökrös tekér? Vagy egy kutyaszán a hegyeken át? Ez itt Wells, Kamini, nem a Himalája. De nem is a Harley Street. Szerintem egész szép. Masurira emlékeztet. A nyári időszakban. Masurira. A film előtt még levetítjük az egészségügyi minisztérium egyik közérdekű filmjét. Rohadt tori propaganda! A híradó és a film is a filmet vetítsék. Hasznos kulturális betekintést nyújt az új házi orvosunk munkájába. A különbségek kétségtelenül felmerülnek majd az új orvossal kapcsolatban, kötelességünk őt tárt karokkal fogadni. Köszönöm. Fogadjuk inkább Sofiát tártkarokkal. Őt én is szívesen átkarolnám. Elég legyen. Ha maradni akartok, ezt hagyjátok abba. Itt hölgyek is vannak, Brün. Az egészségügyre mutatkozó növekvő igények miatt Enoch Powell, az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy kitűnő orvosokat toboroznak az ázsiai szubkontinens egyetemeiről és kórházaiból. India orvosai hatalmas lelkesedéssel fogadták Mr. Powell meghívását. Annyira lenyűgözi őket a mi csodás állami egészségügyi szolgálatunk modern hatékonysága és a velük való barátságos együttműködése, hogy már alig várják, hogy ide jöjjenek és segítsenek nekünk. Elvin azt ígérte, hogy itt lesz. De nincs itt, vagy igen? Valami történhetett. Milyen meglepő. Ez azért nem a világ vége. Pedig azt gondolnám. Gyalog megyünk. Gyalog? A friss levegő jót fog tenni. Minek nézel te engem? Ösztvérnek? Nehogy már egy nigger gyógyítsa a gyerekeimet. Mit számít az, hogy honnan jön? A semminél mégiscsak jobb. Jó magam, úgy gondolom, hogy tártkarukkal kell fogadnunk az új orvost. Az internacionalista hagyomány mélyen ott él a délvelszi bányászok lelkében. Mi mindig is támogattuk a világ munkásait, a bőrszínüktől függetlenül. Válvetve állunk dél-afrikai testvéreink mellett is. És most itt a lehetőség, hogy megmutassuk a dolgozó indiai férfiak és nők iránti szolidaritásunkat. Ahogyan azt a nagy szocialista Mahatma Gandhi is mondotta. Ó, hagyja már abba. Ez az! Gúnyolódjék csak! Különnek tartja magát nálunk? Maga, meg a fasiszta férje. Hülyen le, Griffiths. Vetítsék már a filmet! A főszerepben Sophia Loren és Peter Sellers, a milliómos. Jó napot, uraim! Megmondanád, hol találjuk meg dr. Elvin Thomas-t? Odafent? Uh-huh. A temetőben van. Meghalt. Ez megmagyarázza, miért nem jött elénk. Mindenki odabent van. Köszönöm.
Megbízom önben, mint orvosban. Vizsgáljon meg jó alaposan. Ha minden hölgyet jó alaposan megvizsgálnék, egy hét alatt kimerülnék. Akkor tartogassa nekem az erejét. Az erőmet a szegény és hasznos emberek számára tartogatom. Kérem, öltözzék fel. De miért nem lehetek a betege? Mert rengeteg tennivalóm van a világban, anélkül is, hogy egy képzelt beteggel kelljen foglalkoznom. Akkor önnek valóban komoly baja van. Hogy mi Prem Sharma vagyok. Maga csak úgy beállít ide, és azt kéri tőlem, hogy csak az önök... Azon az alapon, hogy sok... Új orvosa. Ez elképesztő. Dr. Sharma, Owen Griffiths. Nagy megtiszteltetés, hogy megismerhettem önt. Engedje meg, hogy melegen üdvözöljem itt a völgyben. Köszönöm. Richard Sharp, a helyi szívbánya igazgatója. Örülök, hogy megismerhettem. A jövő hétre vártuk az érkezését. Elnézést. Nem, semmi baj. Tipikus szakszervezet, képtelen a szervezésre. Maga az új orvos? Igen. Egyenesen Indiából? Igen. A hölgy pedig a kedves neje. Hajóval érkeztek? Igen. Mennyi ideig tartott az út? A doktor urat bizonyára nem érdeklik a buta kérdései. Nem zavar. A doktor úr csak most érkezett. Az első dolgunk, hogy elkísérjük a rendelőbe. Ezer éve tartozom már a doktor úr alá, hát hogy mondja? Mit tud ajánlani Bill Gazer? Menj előre és nyisd ki a házat. Próbáld megkeresni doktor Elvin naplóját. Ami? Kell lenni a rendelőben egy zöld bőrfedeles naplónak. Miről fogom felismerni? A zöld és bőr a fedele, és úgy néz ki, mint egy na, napló, jó, de... akkor nem olyan nehéz ez, Szilvia? A hugomnak rütykei vannak. Ne már, elég ebből. Miféle üdvözlés ez? Adjatok neki egy esélyt. Nem azért szelte át a félvilágot, hogy ti itt zaklassátok. Rendben. Hol vannak a csomagjai? Odakint. Brün, Hüvel, David, vigyétek a doktor úr csomagjait. Mehetünk? Utat, köszönjük. Meglátja, a helybéliek furcsa egy társaság. A zajos bolsevizmus és a tudatlan babonasság jellemzi őket. Amúgy ártalmatlanok, de ha a gondja akadna, csak szóljon. Sajnálattal hallottam Elvin haláláról. Ez nagyon szomorú, de nem meglepő. Az életformáját tekintve. Megbízhatatlan volt, ha? Nem túl nagy veszteség. Nos hát, üdv az otthonukban. Alakrész odafönt van. Ha úgy tetszik, a bolt fölött. A bányászati tanács részéről ingyen és bérmentve. Gyertek, fiúk! Ezt ki kell cserélni. Nem épp a legkorszerűbb. Én Dickivel egy kredát vetettem. Drága, de minden pénzt megér. Jól van. Kapjuk őket a szobába. Attól tartok, dr. Elvin olyan volt, mint a pipája. Büdös egy öreg ember volt. Mindent jól le kell súrolni. Maradt még lent valami? Majd holnap elvitetjük az előző orvos maradék holmiát. Eléggé készületlenül értek minket. Nyugodtan rendezkedjenek be. Nem rendezkedünk be. Hogyan? Ez az egész egy óriási félreértés. Nem maradunk itt. Mi elboldogulunk, köszönjük. Csak fárasztó volt az utazás. Parancsoljanak. Ne aggódj a napló miatt, amúgy meg el is mennek. Jó lenne, ha valóban elmennének. Más se hiányzik, csak egy újabb orvos, aki szaglászik és gondot okoz. Még csak most szálltak le a hajóról. Milyen gondot okozhatnának? Miért nem lehet Velszi orvosunk? Mit tud egy indiai a bányászokról? Továbbra is járhatunk dr. Morganhez. Ő messzebb van, de... Ő legalább Velszi. Ő kezelte a mamámat. A papámat is ő fogja.
A te ötleted volt, hogy ide jöjjünk. Nem, én Londonba akartam menni. Vagy Manchesterbe. Valahová, ahol legalább egy kis jelét látni a civilizációnak. Ne túlozz már. Nem túlzok. Itt vagyunk, tehát próbáljuk meg kihozni belőle a legjobbat. Én nem maradok itt. Úgy látom, még esélyt sem adsz neki. Láttad, hogyan néztek ránk? Ahogyan mi néztünk rájuk. Ezek parasztok, Prem. Reggel felveszem a kapcsolatot a papa barátjával. Hová mész? Lefekszem abba az ágynak nevezett felháborító valamibe. De már órák óta nem ettünk. Mégis mit vársz tőlem? Hogy főzzek? Érzed, hogy a családoknak hány generációja járt már ebben a szobában? Ahú, nem olyan rossz ez. Ha kitakarítottunk... Komolyan beszéltem az este. Én nem maradok itt. Miért nem? Azért, mert undorító. Mert az emberek rémesek. És mert túl jó orvos vagy ahhoz, hogy elásd magad ebben az elmaradott rémálomban. Mit számít az, hogy hol vagyunk? Nagyon is sokat számít. Ó, elnézést, úgy megijesztettek. Nem számítottam rá, hogy lent lesznek, doktor Elvinnek, ez nem volt szokása, szeretett lustálkodni. Elnézést, de ki maga? Ó, persze, azt sem tudják, ki vagyok. Gina Nicoli, doktor Elvin recepciósa voltam, és amolyan titkárnője. Abban bíztam, hogy önnel is folytathatom majd. Vagyis, hogy lehetek a recepciósa. Vagyis, csak ha nem baj, ha ön is szeretné. Nos, hát... Ezer éve itt dolgozom, jól értek a munkámhoz, és mindenkiről tudok mindent. Akkor hogy is boldogulhatnék ön nélkül? Már is főzhet egy teát. Jó reggelt! Sosem jártam idefent az alatt, amíg dr. Elvinnek dolgoztam, egyszer sem. A nagyimat sokkolta volna, ha megteszem. Nem bízott dr. Elvinben. Ezt meg honnan szerezte? Indiából. Remek az illata. Mi ez? A kedvenc csájom. A csáj tehát egy teafajta? Milyen csendes itt. Nem csendes, inkább kihalt. Kíváncsi vagyok, lesz-e betegünk? Ó, én csak felcsegek, itt pedig ideje kinyitnom a rendelőt. Nem gond, én már kinyitottam. Ó, ne. A rendelő nem nyit ki 9 óra előtt. Leülni. Mondtam, hogy visszaélnek a helyzettel. Hogy kerültek ide ennyien? Dr. Elvin halála óta nem volt orvosuk. De ilyen sokan. Ó, nem mindenki beteg. Nem? A többségük csak kíváncsi. Rettenetesen fáj a lukam. Nos, akkor volna szíves levetni a nadrágját? Nekem gondom van a bélemmel. Már elég régre bevertem a fejem a melóban. Azóta sokat fáj. Én a krónikus is. A bélemmel? Arra kér, hogy vessem le a nadrágomat. Én nem tudok kimenni. És állandóan rettenetesen túlfeszített vagyok. Nem, a lugam, a fülem, a lugam, nem a lugam. Értem, akkor maradhat a nadrág. Kéne valami hashajtó, hogy ki tudjak menni. Néha jól érzem magam, de a bétegség miatt néha sem tudom, mit csinálok. Tudja,
Elnézést. Gina, Gina. Azt hiszem, Velszül beszél. Elet Hughes, hogy jutottál be ide? Nyomás kifelé! Szükségem van orvosra, Gina, komolyan! Sosem vagy beteg! Menj és vissza, ne gyere! Csak egy orvosi igazolást akar a melóba, mindig ezt csinálja. Értem, és Velszül beszél? Eled nem, ahhoz ő túl lusta. Értem. Remélem, nem ilyen mindegyikük. Nem hát. Ajánlom is. Szeretném, ha a lány elküldene egy táviratot. A lány? Miért? Mert én nem tudom, hol a posta. Nem, miért küldesz táviratot? Ezt már megbeszéltük. Az semmi sem változtat. Akkor az se fog, ha elküldöm. Rendben. Szóljon nekik, hogy választ várok. Gina! Nem érek rá, Nagyi, táviratot küldök. Táviratot? Az új orvos kérte? A felesége. Egy londoni állást akar szerezni neki. Hisz miért csak most érkeztek? Nagyon beképzelt az a nő. Valóban? De a doktor úr aranyos. Hogy érted azt, hogy aranyos? Hát, hogy aranyos. Nem szemtelenkedett, ugye? Nem. Légy óvatos ezekkel az emberekkel. Oh. Nagyon forró vérű. Szerintem mindenki forró vérű, Nagyi. Hát, lehet, hogy később beugrom, hogy magam is lássam. Aj, Nagyi, most még ne. Miért ne? Mert nincs semmi bajod. Elég baj, hogy annyian vesztegetik az ideig. Nekem is jogomban áll felkeresni őt. A lányt épp most bíztam meg valamivel, de nem sokára itt lesz. Majd hoz nekünk teát, ha megjött. Ne fáradjon. Csak azért ugrottam át, hogy meghívjam önt és dr. Sharmát vacsorára szombaton. Diki szerint jó lenne megismerkednünk a faluban betöltött pozíciója miatt. A pozíciója miatt? Ő vezeti a bányát. A bányászati tanács részéről. Értem. Nos, lehet, hogy szombaton már Londonban leszünk, de ha mégsem... Londonban? Igen. De ha még itt leszünk, szívesen elmegyünk önökhöz. Á, megjött a lány. Elküldte? Igen. És szólt nekik, hogy a választ azonnal küldessék ide? Igen. Jól van. Kérem, hozzon nekünk teát a nappaliba. Jöjjön. Ha teát szeretne, készítse el. Hogy mondta? Én recepciós vagyok, nem te a hordolány. Rohannom kell. Értem. Itt vagyok. Gyakran érez fájdalmat a gyomrában? Hát jön és megy. És mennyire fáj? Nagyon közepesen, vagy csak egy kicsit? Nehéz megmondani. Az van, hogy egy barátnőmnek is hasonló baja volt. Bevitték a kórházba. Most arra ki is vették belőle? Kivették? Hiszterektómia, mély eltávolítás? Igen. Egyenesen kivették, tudja? Most azt sem tudja, mi lelte. Még tüsszenteni sem mer. Szegénynek gyerekei sem lettek. Nos, az ön esetében nem áll fenn ez a veszély, még túl fiatal. Végezhetünk pár vizsgálatot, de az a gyanúm, hogy gyomorégése van. Mit gondol, hány éves vagyok? Nem tudom. Egek! Ezt nem gondoltam volna. Nehéz elegjen nekem, fiatal ember. Eszembe se jutna. Van egy remek orvosságom gyomorégésre. Kardamom, őrölt gyömbér, ánizsmag, fekete bors, forró víz. Vagy írhatok fel gyógyszert? Inkább a gyógyszert kérem. Ha bármi aggasztja, bármilyen apróság, jöjjön el hozzám, akár csak egy kis csevelyre is. Köszönöm. Nagyi! Fáj a gyomrom. De tényleg? Meggyőződésem, hogy nem komoly. Köszönöm, doktor úr. Kedves hölgy. Már csak egy doboz van, Doki. Köszönöm. Nos, vége az első napnak. Maga nélkül nem boldogultam volna. Ön egyáltalán nem olyan, amilyennek elképzeltem. Ez már csak így van. Kérdezhetek öntől valamit? Milyen ott, ahonnan származik? A falujában. A falumban? Ott, Indiában. Hát ott nagyon más, mint itt. Három font és hat penny. Remek, köszönöm. Jó estét. Jó estét, doktor úr. Hello. Hello.
Tegnap találkoztunk a kultúrházban. Ezt itt ne hagyd. A férjének viszi. Újabban nincs jól. Remélem nem komoly. Nos, az. Ágyhoz van kötve. Te jó ég. Szeretné, ha megvizsgálnám? Ez lehetne az első kiszállásom. Nem. Az van, hogy beszéltünk róla, de nem szeretné, ha... Vagyis dr. Morgan kezeli Trebanokban, lent a völgyben. Értem. Nem, mintha bármi gond lenne önnel, tudja? Ön bizonyára nagyon... Csak hát már jó ideje beteg, és nem akarja váltogatni az orvosokat. Mennem kell, elkésem. Ó, megön, hogy vagy? Köszönöm, jól. Jó estét, doktor úr. Mr. Griffiths? Egy csomag cigit, aranyom. Mit szólna egy menethez? Egy italhoz. Ó, jó lesne. Csak ez a paradicsom lesz. Na és most? Ön a szakács? Én nem tudok indiai ételt főzni. Én meg semmit sem tudok főzni. Tessék! Köszönöm, Abel! De kinek lesz? Dr. Sharma, jöjjön! Van itt még. Tegyen bele abból. Melyikből? Abból. Rakjon a zöldből is. Na, elég jó. Hogy mondja? Hát a sör. Ó, hogyne. Nagyon finom. Még egyszer, mi a neve? Römmi sör. A völgy borra. Önnek aztán tényleg ízlik. A legjobb sör Velszben. Még sosem láttam senkit ilyen gyorsan inni, meg ilyen sokat. Hisz Velszben van. Én csak könnyű súlyúnak számítok. A harmadik ligába tartozom, ha a piáról van szó. Bámulatos a toleranciája. Ezt komolyan mondja? Hát hogyne, a látottak alapján. Egy indiaitól ez valóban dicséretnek számít. A tolerancia és a passzív ellenállás az osztályharc két legnagyobb fegyvere. És ezt egy indiai, Gandhi, minden idők legnagyobb szocialistája tanította meg nekünk. Gandhi csak is Indiából származhatott. Gyönyörű ország. Gyönyörű emberekkel. Köszönöm. Az erőszakmentes ellenállás, ez a lényege. A vallásuknak, a kultúrájuknak, a társadalmuk egész felépítésének. Nem vagyok biztos abban, hogy... Ezért voltak képesek arra, hogy kiverjék az angolokból a szuszt, és elküldjék őket csomagolni. Gandhi egy csodálatos ember volt, de nem hiszem, hogy a tanításai olyan nagy hatással lennének a mai indiaiakra. Ez komoly? Sajnos az. Tehát ezért jött el? Ó, a feleségem ötlete volt. Maga jön? Vagy hogy éljek. Ó, most én fizetem a Römmi sört. Rendben. Jól van. Ki akar pénzt feszíteni? Az orvos, ne játsszon. Két korsó, másfél korsó Römmit kérek. Dr. Sharma a vendégem, úgyhogy üdvözöld. Különben velem gyűlik meg a bajod. Most főztem életemben először. Igazán jó lett. Ez csak úgy mondja, igaz? Nem, komolyan gondolom. Kamini! Pont jókor jön. Mi? Gina maga mit keresi? Mrs. Sharmával vacsorát főztünk. Akkor csatlakozzék az ünnepi lakomához. Hoztam paradicsomot. Dobozban árulják. Amúgy már vár rám a nagyi, úgyhogy indulnom kell. Ez butaság. Maga az első vendégünk. Bal szerencsét hozzá nem marad. A lány azt mondta, mennie kell. Nos, viszlát holnap. Részeg vagy.
Itt a megy egy pohárkával. Az nem oldja meg a gondjainkat, ha berúgsz. Nem megoldani akartam őket, hanem elfelejteni. Utálom nézni, amikor ezt csinálod. Mit? Mit csinálok? Amikor menekülsz. Én nem menekülök. De igen. Azóta vagy ilyen, hogy Rani meghalt. Ennek semmi köze Ranihoz. Egyedül Ranihoz van köze. Nem fogom hagyni, hogy egy ilyen kilátástalan állásba temetkezz. Egy kihívást jelentő állásra van szükséged, ami kirángat önmagadból. Az indiai állásom kihívást jelentett. Rani azért halt meg. Rani nem azért halt meg. Nem voltam ott, amikor kellett volna. Drágám, ülj le. Nem vagyok éhes. Megön! Megön! Ne nézz hátra, menj tovább. Megön! Ó, Mrs. Sharp, elnézést, nem hallottam önt. Megkérném, hogy szolgálja föl nálunk a vacsorát szombaton. Egy indiai vacsorát adok az új orvoséknak, és szeretném, ha tökéletesen sikerülne. Persze megfizetem. Nem is tudom. 8 shilling. Nem hagyhatom magára Geretet. 10? Olyan rosszul van. 12 shilling? Készpénzben előre? Pontban 6 órakor. Ne késsen el. Viszlát! Nem azt mondtad, hogy többé nem dolgozol neki? Inkább zsilett pengét nyelek. Tessék, védj magadnak szülinapi ajándékot. De csak 6 hét múlva lesz. Na és? Anyukád szerint szörnyek jelennek meg éjszaka a szobádban. Felkeltenek és megríkatnak? Szörnyek. Szörnyek, szörnyek, szörnyek. Szörnyek. Azt hiszem, tehetünk ellenük valamit. Ez itt egy hatalmas, erejű varázspálca. Na és mire jó? Tartsd a párnád alatt, és amikor jönnek a szörnyek, fogd szorosan a kezedbe és hunyd le a szemed. Suttogd el azt az indiai varázsszót, hogy Mukti. Mukti. Ez fantasztikus. Az éjszakai félelemérzet gyakori. Egy idő után általában elmúlik. Köszönjük. Önnek van gyermeke? Nincs. Ha bármi gond van, jöjjenek vissza. Miért nincs ez a fiú az iskolában? Állandóan lóg a suliból, és mindig valami rosszban sántikál. Nagy itt bemutatom Mrs. Sharmát, Dr. Sharma feleségét. Nos, nagyon örülök, hogy megismerhetem Mrs. Sharma. Voltam tegnap a férjénél. Milyen kedves és aranyos ember. Döbbenetes, egyesek hogy viszonyulnak hozzá. Ezt hogy érted? Megön Evans itt járt tegnap. Dr. Sharma felajánlotta, hogy megvizsgálja Geretet. Olyan kedvesen mondta. Megön meg azt mondta neki, hogy nem szeretné, ha egy ilyenféle jelenne meg a férjénél. Egyenesen az arcába mondta. Gondoltam, jobb, ha tudja, amennyiben összefutna vele. De ne aggódjék, kedvesem. Megön, ezt nehéz elhinni. De a legtöbben csodásnak tartják, hogy itt van a férje, meg ön is. Egyesek azonban túl szűklátókörűek ahhoz, hogy ezt felfogják. De ő jó. Hogyan? Kiürült. Kicsoda? A doktor úr. Nem mondtam, hogy nem az. Te meg mit... mi értelme lenne? Viszlát! Tom! Egy barátja? Tom. Mrs. Davis. Nem. Azt sem tudja, hogy létezem. Akkor tudassa vele. Az élet túl rövid ahhoz, hogy kitaláljuk mások szándékát. Ha akar valamit, menjen utána és szerezze meg. Szóval, Mrs. Sharma, miben segíthetek önnek? Elmentem minden boltba Pontypridben, hogy bevásároljak. Nem tűnik túl eredetinek. Pedig az. Nézze, eredeti indiai konyha. És amikor felszolgálja, pont így nézzen ki. Ez itt kínai. Dehogy is. Hagyományos kínai tészta mogyoró szósszal. Ez meg hogy kerül ide? Mindegy, vegyítse össze, és észre sem veszik a különbséget. Hol az újságom?
Nem értem, minek ez a nagy felhajtás? Szó sincs felhajtásról. Ó, ó nem. Mi van, ha párnán akarnak ülni? Már miért akarnának párnán ülni? Mert ők így szokták, ilyen a kultúrájuk. Az asztalnál ülnek majd jó keresztények módjára. Úgy nem érzik majd otthon magukat. Nem otthon vannak, hanem Nagy-Britanniában, és én nem fogok egy vacak párnán ülni. Igaz, hogy ez a nő nem hagyja, hogy kezeld a férjét, csak mert indiai vagy? Azt mondta, hogy ragaszkodik a saját orvosukhoz. Szóval ez nem csak egy tudatlan település, hanem tudatlan és bigott egyszerre. Hagyni kell, hogy mindenki maga döntsön, Kamini. Londonban nem bánnak majd így veled. Már ha Londonba megyünk. El sem hiszem, hogy maradni akarsz. Gina körbevezetett a faluban, olyan, mint Panipat, csak tehenek nélkül. Ha menni akarunk, akkor készülődj. Ne szúrjuk el már az elején. Felőlem el is szúrhatjuk, ezért küldtem a táviratot. Akkor egyedül megyek. Nem megyek. 10 perc. 10 perc? Még sosem készültél el 10 perc alatt. Még egyszer sem. Savanyúság, mogyoró, sajt és sonka. Mind amerikai. Kamini? Köszönöm. Dr. Sharma, Sherryt. Remek, köszönöm. Hogy sikerült berendezkedniük? Remekül, köszönöm. Remek, remek. Gondolom, Dr. Elvin sok feljegyzést küldött önnek. Utasításokat, tanácsokat, meg hasonlókat. Úgy van? Nagyon finom. Nem. Nem írt önnek részleteket? Információkat, mielőtt megérkezett ide? Nem, semmit. Azt mondta, vonatnál vár ránk. Ennyi volt. Milyen sajnálatos. Amúgy nem gond, az asszisztense mindenben járatos. Az asszisztens? Gina Nicoli. Ah, igen. Édes kislány, nem túl okos. Parancsoljék. Ezzel nem értek egyet. Kezdem azt hinni, hogy egyedül is elvezetni a rendelőt. Kérne? Ezt te rendelted? Az új Eden Fate lemezt. Nem baj, ha bemegyek? Dehogy. Tommy Steele mindig is utánam loholt. Udvarlónak szörnyű, de nagyon kedves ember. Nem bánják, ha székre ülünk? Nem. Jó lesz a szék. Látod, mondtam én, hogy nem bánják. Mrs. Sharma. Szóval, Mrs. Sharma, hogyan boldogul a kis konyhájában? Még rejtély a számomra. Indiában mi a módszerük? Van valamilyen nyitott tűzhelyük? Mihez? Hogyan főz? Sehogy. Nem szokott főzni? Nem. Te jó ég. Akkor ki főz? A szolgálók. Ezért tartjuk őket. Köszönöm. Vannak szolgálóik? Hát hogyne. És ők főznek. Főznek, takarítanak, mindent megcsinálnak. Na, és hány szolgálójuk van? Ó, fogalmam sincs. 10-12? Prem? Körülbelül ennyi, igen. Édesapád nincs odafent. Csirke, tésztával és mogyoró szósszal. A bungalónk meg a kis patak miatt a házunk mindig tele volt vendégekkel. Lady Mountbatten mindig elhozta a barátait. Lady Mountbatten? Együtt szolgáltam a mámmal a St. John's mentősöknél Pakisztán leválásakor. Az a Lady Mountbatten?
Nehéz idők voltak. Mindkettejük számára. Mindenki számára nagyon nehéz idők voltak. Jól ismerték Mountbatten-éket? Szimlában mindig együtt töltöttük a nyarat. Az ön neve Dick, ugye? Hogy mondja? Vagy Dicky? Richard. Lord Mountbatten valódi neve Louis volt, de valamilyen okból mindenki Dickinek hívta. Játsszam le újra? Ne. És a Delhi Egyetem jó? A legjobb az országban. Oh, nem is tudom, ott van a Bombéi, a Kalkuttai... Ne szerénykedj! A Delhi sokkal elismertebb. Lehet. Ön hol tanult, Mr. Sharp? Kidderminsterben. Az egy gimnázium. Ó, oh, az... az klassz. Hihetetlen, hogy észre sem vettem, milyen gyönyörű vagy. Talán mert nem néztél meg. Mert egy kislánynak tekintettelek. Nem vagyok az. Igen, csak felnőttem. Úgy van. Apa! Jövök! Köszönöm. Szóval, London. Csodálkozom, hogy még nem válaszolt Mr. Powell. Powell? Enoch Powell? Ön is ismeri? A papám egyik ismerőse. Én még nem találkoztam vele, de, de teljesen megértem, hogy miért vágyik inkább Londonba. Mi is oda vágyunk. Amint újra előléptetnek, egy másodpercet sem vesztegetünk, és elhúzunk erről a nyomorult helyről. Én szeretek itt lenni. Várjon, amíg eltelik pár hónap. Szörnyű egy hely, szörnyű emberekkel. Velünk mindenki nagyon kedves. Csak várjon. Fogalmam sincs, ki lehet ez. Elnézést. Bocsánatot kérek a vacsoráért. Sajnos az alkalmazott nem ért hozzá, hogy minőségi hozzávalókkal főzzön. Tom? A papa. Azt hiszem, haldoklik. Elnézést. Jól van. Kérem, tartsa. Rendben, doktor úr. Elnézést. Adok egy injekciót a combjába. Tom! Tom! Köszönöm. Kórházba kell vinnünk. Hívjon mentőt. Kérem. Állapota stabil és könnyebben lélegzik, de bent akarják tartani megfigyelésre néhány napig. Bemehetünk hozzá? Átviszik egy kórterembe, de bizonyára bemehetnek majd hozzá pár percre. Köszönöm. Már akkor önre kellett volna bíznom őt, amikor először felajánlotta. Gondolom, mint mindenki, én is félek attól, amit nem ismerek. Én magam is így érzek mostanában. Furák vagyunk mi, Velsziek. Főleg itt a völgyben.
Ami meg Trefelint illeti. Amit a vacsoránál mondtak a szolgálókról és Mountbattenékről, az igaz? Igen. Tényleg? Látnia kellett volna Mrs. Sharp arcát. Láttam. Dr. Sharma, amikor otthon megpróbálta feléleszteni őt, egy pillanatra azt hittem, hogy vége. Ez teljesen érthető. De én megkönnyebbültem. Meg se döbben? Nem. Én igen. Miféle feleség gondol ilyet? Nem könnyű a gondját viselni valakinek, aki a halálán van. Nem tart rettenetesnek? Persze, hogy nem. Köszönöm. A férfinak krónikus tüdőtágulása van. Beszéltem a kórház orvosával, és valami miatt gyenge az immunrendszere. Csak 40 éves, és sosem dohányzott. Készítettem egy csészeteát. Köszönöm. Nos, ez nem a te gondod. Jött válasz a táviratomra. Van egy állás Londonban, hívják a minisztériumot, hogy elfogadják. Ezt már biztosra vehetjük, elmehetünk. Én nem megyek Londonba. Miért nem? Mert az ittenieknek szükségük van rám. Katasztrofális volt az este az elejétől a végéig. Te elhitted azt a sok hülyeséget, hogy egy palotában laktak? Honnan tudjam? Szerintem csak kitalálta. Tudti, hogy nem igaz. Amúgy meg, nem számít. De számít. Már csak egy kotnyeleskedő orvos hiányzik. Ha a feleségének valóban vannak kapcsolatai... Ezek bevándorlók, Diki. Senki nem veszi őket komolyan. Volt olyan időszak is, amikor nem foglalkoztak volna egy olyan ringyóval, mint Krisztin Kélet, de az ország változik, Szilvia. Nos, ma este ezzel nem kell foglalkoznunk. Pedig fogunk. Elég hamar. Dr. Elvin tartott egy naplót... A folytatásban. Megkeresed, és aztán elhozod nekem. 5 évente írsz egyet a 30-as évektől kezdődően. A jelenlegi hol van? Én sosem mondtam, hogy Londonba akarok menni. Mi nem tartozunk ide. El akarok menni. További magyar hangok. Csuha Bori, Majsai Nyilas Tünde, Ősi Ildikó, Borbicki Ferenc, Boldog Gábor, Cető Roland, Menszátor Magdolna. Magyar szöveg Hollósi Laura, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Molnár Magdolna, szinkronrendező Gál Erika. A szinkron az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.